Sziasztok! Kárpáti Orsi vagyok, és a mai videóban a French pasta gélt fogom nektek bemutatni. A természetes köröm előkészítését bőrfeltolással, majd a letapadt részek eltávolításával kezdem. Egy 180-as soft reszelővel formázom a körmöt, majd bolyhozom és mattítom a felületet. Portalanítok. Nélpreppet viszek fel, mely egy fertőtlenítő vízzel vonó gombásodást megelőző folyadék. Majd primer 2-t viszek fel, ami egy tapadás elősegítő. Bondgéllel készítek egy alapréteget, melyet UV lámpában 2 percig, LED lámpában 1 percig kell köttetni. Cover Builder géllel és egy 6-os ecset segítségével elkészítem a műköröm töltését. Cleanerrel fixálom a felületet. Egy 150-es reszelővel kialakítom a formát, majd reszelem és formázom a műköröm felületét. Egy porcelán homokolt finomítóval bufferozom a felületet. French pasta géllel és egy nullás ecset segítségével megfestem a szabad szélt, illetve a mosolyvonalat. A French pastával pontosabb, élesebb, fehérebb mosolyvonalat tudunk készíteni. Az anyag használat közben nem mozdul el, szépen megtartja a kontúrját. LED lámpában 60 másodpercig köttetem, UV lámpában 2 percig. Kötésekor az anyag felületén kohéziós réteg csapódik ki, így lehetőségben áll porokkal díszíteni. Extra toppal zárom a felületet, majd köttetem LED lámpába 60 másodpercig, UV lámpában 2 percig. Kötés után candy olajjal ápolom a bőrt. A következő videóban a hipnotik géllakot fogom kombinálni a French pasta géllel. Bőrfeltolás és a letapadt részek felkaparása után 180-as soft reszelővel kialakítom a természetes köröm szabad szélének formáját. Porcelán homokolt finomítóval mattítom a körömlemez felületét. Alaposan portalanítok. Nélpreppet viszek fel a körömlemezre, mely egy fertőtlenítő, vízelvonó, gombásodást megelőző folyadék. Majd savmentes primert viszek fel szintén a körömlemezre. Hypnotic Bond géllel elkészítem a géllakkom alaprétegét. LED lámpában 60 másodpercig köttetem, UV lámpában 120 másodpercig. A modellem bőréhez választott natur színű hypnotic géllakkot felviszem az első rétegben, melyet LED lámpában 60 másodpercig köttetek. Felviszem a második réteg hipnotik géllakkomat, melynek kontúrját a sáncok mentén nullás ecsettel megigazítom.
60 másodpercig köttetem. Köttetés után felviszem a French pasta gélt, melynek felviteléhez 0-as ecsetet fogok ajánlani. LED lámpában 60 másodpercig, UV lámpában 120 másodpercig köttetem a pasztát. Köttetés után hipnotik toppot fogok felvinni a felületre, melyet LED lámpámban 90 másodpercig fogok köttetni. Köttetés után cleaner folyadékkal fixálom a felületet. Bőrápoló olajat használok a kutikula ápolásához.